Sziasztok srácok, én Horváth Ákos vagyok a kulton.hu-tól, és ez a trónokharcás Fun Fact sorozatom 9. része. Összesen 100 darab trónokharcás érdekességet gyűjtöttem össze nektek, és videónként mindig 10-et mutatok be. Hogyha nem láttad az előző videóimat, az nem baj, mert ezek nem épülnek egymásra, de ide belinkelem őket, hogyha gondolod, akkor nézd meg őket, szerintem érdemes. Mint mindig, most is elmondom, hogy ez a videó spoilermentes, az első 4 trónokharca évad ismeretét feltételezi, de az 5. évadra, illetve a könyvekre vonatkozóan csak úgy tartalmaz dolgokat, hogyha arról előre szólok. Ma pont lesz egy ilyen, de majd szólni fogok. Sokat hallhatunk a sorozatban a valíriai acélról. Ebből készülnek a legminőségibb kardok és fegyverek az egész trónokharca univerzumban, csak hogy Valíria pusztulása óta senki nem tud ilyet csinálni. Senki nem tudja pontosan, hogy hogyan készültek ezek a kardok, valószínűleg mágiával, sárkánytűzzel, ilyesmikkel, de az biztos, hogy ezek nagyon könnyűek, nagyon erősek, sose csorbulnak ki, ilyesmik. Westeros nemesi családjaiban tipikusan van egy darab ilyen fegyver, ami apáról fiúra száll évszázadok óta. Mindenkinek van egy ilyen kardja, kivéve a Lannistereknek. Az egyik Lannister ugyanis elvesztette ezt a kardot, vagy hát ő is elveszett, elment hajóval valamit felfedezni, egy ilyen kalandor típusú ember volt, és sose tért vissza, valószínűleg a hajó elsüllyedt, a kard is oda lett. Úgyhogy a Lannistereknek nincsen ilyen családi kardjuk, ami Tywint nagyon zavarja, ez egy ilyen státuszszimbólum, és őt nagyon zavarja, hogy nekik nincs ilyen. De a 4. évad elején a Starkoknak a hatalmas kardját beolvasztják, és így már egyből 2 kardjuk is lesz, az egyik ugye Joffrey, a másik pedig Jaime lesz. Jaime az övét később Brienne-nek adja. Én alapból nem vagyok az a típus, akit zavarnak a különbségek a sorozat és a könyv között, de van néhány olyan változtatás, ami nagyban megváltoztatja a sorozat karaktereit a könyv karaktereihez képest. Én ezt leginkább Tyrionnál vettem észre, úgyhogy most beszélni fogunk pár olyan dologról, amit Tyrion másként csinál a könyvben, és ez szerintem emiatt szerintem egészen más az ő karaktere a könyvben, mint a sorozatban. Például a 2. könyvben Tyrion elraboltatja Tommen-t. És bár ennek az elrablásnak van egy olyan olvasata is, hogy biztonságban akarja tudni a herceget, valójában egyszerűen nyomást akar gyakorolni Cersei-re. És Marcella elküldése is politikai húzás, is biztonságba helyezi Marcellát is, de ugyanakkor nyomást is gyakorol Cersei-re. Ez ugye benne van a sorozatban is, a könyvben ehhez képest még Tomment is elraboltatja. És ráadásul, amikor Cersei elrabol egy kurvát, és megfenyegeti Tyriont azzal, hogy bántani fogja ezt a kurvát, akiről ugye azt hiszi, hogy az ő kurvája, de valójában nem. A mindegy, szóval a Cersei hülyesége. Szóval amikor ő megfenyegeti ezt a kurvát, akkor Tyrion visszafenyegeti Cersei-t, hogy amit Cersei megtesz azzal a nővel, azt Tyrionék meg fogják tenni Tommennel. Mindent. Mindent. A nemi erőszakot is. Ez elég világosan ki van fejtve a könyvben. Úgyhogy Tyrion abszolút nem riad vissza az ilyen dolgoktól. Kevésbé kedves és jó fej, bár ugyanolyan éles nyelvű, de ugyanakkor kegyetlen is tud lenni. A másik ilyen nagyon fontos változtatás Tyrionnal kapcsolatban a Blackwater-i csatában van. A könyvben Tyrion úgy gondolja, hogy azért, hogy Stannisnek a flottája eléggé bemenjen, ott ugye egy folyó van, nem egy ilyen öböl, szóval hogy Stannisnek a flottája eléggé bemenjen a folyóba, ezért csatába kell bocsátkozni velük. Mert hogyha csak oda küldene egy hajót, megpakolva futótűzzel, ahogy a sorozatban van, akkor csapdát szimatolnának, és ez így nem jönne be. Szóval egyszerűen csatában bocsátkozik a Lannister flotta Stannis flottájával, és amikor már teljesen egymásban vannak gabajodva, akkor robbannak fel a Lannister hajók, ott ugye nem csak egy futótűzzel megrakott hajó van, hanem sokkal több, és ezzel Tyrion gyakorlatilag beáldozza az egész Lannister flottát, az összes rajta levő tengerésszel, katonával és mindennel együtt. Szóval én egy kicsit úgy érzem, hogy Tyrion Blackwater-i győzelme túl tiszta volt a sorozatban. Tehát egyszerűen csak bátor volt, és győztek, és kész, és nem voltak olyan igazán nehéz döntések. Persze bátor volt, hogy kiment a kapunk kívülre harcolni, stb. De szerintem ez például sokkal jobb volt a könyvben. Tyrion a könyv leírása alapján sokkal-sokkal rondább, mint a sorozatban. Persze megértem, hogy nem akartak túl sok sminket használni folyamatosan, de hogy mondjam, tehát a könyvben senki nem szereti Tyriont, és mi ezt, mint nézők, ugye a sorozatban sem nagyon szereti senki, de mint nézők nem értjük.
És hogyha egyszerűen ocsmány lenne az az ember, és rossz lenne ránézni, akkor talán érthetőbb lenne az, hogy mindenki úgy áll hozzá, hogy egyszerűen utál hozzászólni, meg visszataszítónak tartja meg ilyenek. Egyébként a Blackwater-i csatában a könyvben Tyrion elveszti az orrát. Ezt abszolút megértem, hogy miért nem csinálják meg ilyen szart viselni az összes további forgatáson, szörnyű lenne, tehát ezt abszolút megértem, de azért azt hozzátenném, hogy a könyvben sokkal-sokkal rondább. Na de, hogy egy kicsit a másik oldalról is megközelítsük a dolgokat. A második évadban ugye Tywinnek és Arya-nak van egy csomó közös jelenete. Na, ilyesmi nincs a könyvben, és én nagyon-nagyon szeretem, hogy ezt belerakták a sorozatba, mert nekem ez volt ezek voltak a kedvenc jeleneteim az egész évadban. Szerintem nagyon-nagyon jól működött együtt ez a két karakter és ez a két színész. Úgyhogy azért vannak jó változtatások is, szóval itt nem siránkozni akarok, csak gondoltam, hogy felhívom a figyelmeteket egy-két dologra. A Cersei Lannistert játszó Lena Headey a harmadik évad forgatása alatt teljesen le volt égve. Túl volt egy válláson, hitelt kellett törlesztenie, nevelnie kellett a néhány éves gyerekét, szóval ilyen dolgok, és egy interjúban azt nyilatkozta, hogy kevesebb, mint 5 dollár van a bankszámláján. Mielőtt rohannátok a bankba, hogy utaljatok neki egy kis pénzt, nem kell izgulni, azóta valószínűleg kimászott a gödörből, mert nem olyan régen vett 800 ezer dollárért egy kaliforniai házat, úgyhogy valahogy túlélte. Talán észrevettétek, hogy a Dorne Martell családot nem lordoknak hívják, hanem hercegeknek. Hogyha nem olvastátok a könyvet, akkor lehet, hogy nem tudjátok, hogy ez miért van, úgyhogy ezt én most elmondom. Amikor Aegon Targaryen 300 évvel az első évad előtt meghódította Westeroszt, akkor a Martelleket nem tudta legyőzni, és Dornt nem tudta elfoglalni. Szóval valójában a hét királyságból csak 6-ot foglalt el. A Martellekkel később házasság útján lépett szövetségre, és Dornt így csatolta hozzá Westeros többi részéhez. Innen is ered egyébként a Martell motto, ami az, hogy Unbowed, Unbent, Unbroken. Szóval emiatt a Martellek megtarthatták a herceg elnevezést, ami csak egy szimbolikus dolog nyilván, de azért mégiscsak jelent valamit, hogy ők annyira fasz a gyerekek voltak, hogy még sárkányokkal sem lehetett legyőzni őket. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a trónokharca milyen sokszínű és élő világ, mint hogy a rajongóinak vannak saját összeesküvés elméleteik is. Na, nem gyík emberekre és chemtrailre kell gondolni azért, egyszerűen csak arról van szó, hogy van egy olyan konspirációs elmélet a rajongók között, miszerint szinte mindent, ami történik Westerosban, a Dorni herceg irányít, valahogyan manipulálja az embereket úgy, hogy mindenki úgy játszana, hogy neki jó. Én ezt nem tartom reálisnak, de szerintem érdekes, hogy van egy ilyen elmélet, úgyhogy vajon a Dorni hercege Westeros Illuminátia? Talán majd egyszer kiderül. A mai utolsó két fun fact olyasmiről fog szólni, ami mind a kettő egy-egy elég nagy változtatás a könyvhöz képest, de ezt úgy tették meg, hogy igazából még talán ezt bele lehet vinni később a sorozatba. Tehát elképzelhető, hogy spoilereket fogok mondani. Én úgy gondolom, hogy talán azért nem, meg én nagyon nem szeretem a spoilereket, de egyáltalán nem zavar, hogy ezeket a dolgokat tudom. De mondom, ezek nem olyan dolgok, amik biztosan spoilerek, hanem olyanok, amikkel lehet, hogy lelövök valamit, ami majd egyszer lehet, hogy lesz. Mindjárt meghallgatjátok, és akkor kiderül, hogy ezt miért mondom. Láthattuk az ötödik évad elején, hogy Cersei még kislányként elment egy boszorkányhoz, és jóslatokat követelt tőle a jövőjéről. Ugye ez a boszorkány elmondta neki, hogy nem fog hozzámenni a herceghez, a királyhoz fog hozzámenni, a királynak 16 gyereke lesz, neki 3, de közös gyerekük egy sem lesz. Ezzel ugye beletrafált a jósnő, hiszen Robertnek valóban rengeteg gyereke volt, Cerseinek 3, és ugye egyik sem volt közös gyerekük. De a könyvben még egyebeket is jósol ez a jósnő, például Cersei haláláról. Szóval, hogyha ezt nem szeretnéd meghallgatni, akkor tekerj tovább a következőhöz. Nem tudom, hogy igaz-e, nem olvastam még el odáig a könyveket, hogy tehát nem olvastam még végig az összeset, nem tudom, hogy Cersei túléli a végéig, nem tudom, hogy ha meghal, akkor hogy hal meg. De az biztos, hogy ez a jósnő azt jósolta, hogy Cerseit az öccse fogja megölni. És ami miatt ez érdekes, az az, hogy Cersei ezért is nagyon utálja Tyriont, mert úgy gondolja, hogy Tyrion lesz valahogy a végzete. De Cersei ezt elfelejti, hogy neki Jaime is az öccse. Igaz, hogy csak néhány perccel, de bizony mindkét fiú testvére fiatalabb nála.
Az utolsó fanfektemre is adok egy spoiler warningot, mert ez is egy változtatás a könyvvel kapcsolatban. Ugyanakkor ez szerintem olyasmi, ami a sorozatban soha nem fog kiderülni, és a jövőbeli eseményeket nem is fogja befolyásolni. De elképzelhető, hogy egyszer majd kiderül, és akkor meglepne, de hogyha ezt most meghallgatod, akkor most fogsz inkább meglepődni. Úgyhogy hát figyelmeztettelek, de szerintem ez is király, úgyhogy szerintem ezt is érdemes meghallgatni. Szóval a negyedik évadban ugye Tyrionnak van egy tárgyalása, és ki akarják végezni, de Jaime és Varys kiszabadítják. És ugye utána a sorozatban Tyrion fölmegy az apja szobájába, ott megtalálja Shayt, őt megöli, majd utána az apját is megöli a Budin. Ami egy kicsit zavart engem a sorozatban, az az, hogy nem világos, hogy miért megy fel az apja szobájába. Tehát beszélgetni akar vele, vagy meg akarja neki mondani, hogy hello, megyek el, vagy nem tudom. Tehát ugye alapból nincs felfegyverkezve, tehát nem gondolom azt, hogy eleve azért menne fel, hogy megölje az apját. Ezt szerintem csak azért csinálja, mert ott van Shay. De akkor miért megy fel? Tehát ez teljesen érthetetlen volt számomra a sorozatban. Na de, a könyvben egészen máshogy van. Emlékeztek arra, hogy Tyrion egyszer már házas volt? Elmeséli még az első évadban a történetet, Jaime-vel ráakadtak egy lányra, akit két bandita üldözött, Jaime elüldözte a banditákat, Tyrion meg a lányt vigasztalta, elvitte egy ilyen fogadóba, stb. Stb. És akkor Tyrion ott elvesztette a szüzességét, valamivel később pedig hozzáment. Később pedig ugye Jaime-nek be kellett vallania, hogy ez a nő egy kurva volt, és ugye azért fizette le, hogy Tyrion végre legyen egy nővel. Na most, itt a könyvben, amikor Tyrion szökteti Jaime és búcsúzkodnak, akkor Jaime bevallja neki, hogy valójában az a nő nem is volt kurva. Ez csak az apja nyomására hazudta neki, azért, hogy elváljanak. És ez Tyriont nagyon-nagyon-nagyon rosszul érinti a könyvben, és ezért megy fel az apja szobájába, hogy hát azt nem tudjuk, hogy meg akarja ölni eleve az apján, de ezért megy fel az apja szobájába, hogy konfrontálódjon vele. És úgy gondolom, hogy ez a könyvben sokkal-sokkal jobban érthető, mármint Tyrionnak a belső motivációja az apagyilkosságra. Na hát ennyi volt a móka mára. A mai kérdésem felétek az, hogy ha olvastátok a könyvet és nézitek a sorozatot is, akkor nektek melyik a kedvenc változtatásotok, és melyik az, amit a legkevésbé szerettek. Na hát köszönöm a figyelmet, én Horváth Ákos voltam a kulton.hu-tól, hogyha tetszett a videó, akkor ne felejtsd el lájkolni és megosztani az ismerőseiddel, ezzel nekem csomót segítenél, úgyhogy tök jó lenne. Valamint ne felejtsd el követni a kulton.hu-t YouTube-on, Facebookon, Tumblr-on, Twitteren, ahol csak tudod, minden linket megtalálsz lent. Köszi a figyelmet, sziasztok!